Alpesi krokodil. Ez a mese egy krokodilról szól, de nem ám olyan szokványos krokodilról, amilyet már láthattál, mert ő nem magas vagy kövér, de nem is egy átlagos állatkerti krokodil, nem ám, hanem ő egy valódi, egy igazi alpesi krokodil. Ó, elnézést, ez még egy gyerekkori kép. Szóval ő egy igazi alpesi krokodil, és mint minden alpesi krokodilnak, vagy ő lenne az egyetlen, a legkedvesebb szórakozása a síelés és a fürdőzés a haboskádban, a társas tánc a klubban, a hegedülés, no meg természetesen a főzés. Zöldséglevese a leghíresebb szerte a vidéken. Amikor viszont nem főz vagy nem fürdik, akkor mindig horgászik, ha tehetné, egész nap csak lógatná zsinórját a hegyi tóvízébe, ahol oly sok hal található. De ki gondolná, hogy egy ilyen horgász utálja a halászlét és még a harcsapaprikást is? Krokodilunk a kifogott halat mindig hazaviszi, de ott nem tepsibe teszi, hanem felöltözteti kis pöttyös gatyába és bepottyantja az akváriumba, ahol mindig gyönyörködhet benne. Sajnos a halakon kívül nem sok társasága van. Sokszor ül magányosan a tópartján, arról ábrándozva, hogy egyszer neki is lesz egy igazi barátja. Olyan magányos tud lenni az esti hegedülés, amikor senki sem hallgatja. Egyszer egy szép napon, éppen habos fürdőzés közben kopogás hangjára lett figyelmes. Ki lehet az ilyenkor? Morfondírozott. A postás mindig később szokott jönni. Felkapta köntösét, és már futott is, hogy ajtót nyisson. Nem kis meglepetésére egy furcsa lény toporgott az ajtóban, egy mini víziló. Szia, kedves barátom! Az a helyzet, hogy most érkeztem Afrikából ide a hófőtte Alpokba. A vonatról leszállva megláttam a házadat, és mondhatom, teljesen elbűvölt. Nem bárnád, ha pár napra megszállnék nálad. Barátom? Így még senki sem szólított, gondolta a krokodil. Persze egy kicsit lila és kisebb is, mint amit elképzeltem, de talán egy igazi barát válhat belőle. Az alpesi krokodil annyira boldog volt, hogy rögtön fölemelte vendégét, megszorongatta és azon nyomban körbevezette a városban. Először is elvitte a kedvenc fodrászhoz, ahol szuper trendi frizurát vágattak maguknak. Aztán pedig együtt sütögettek, főzőcskiztek és elmentek táncolni. De ami a legjobban megmelengette krokodilunk szívét, az a közös horgászat volt. Egy este a lila víziló elkezdett mesélni Afrikáról. Azt mondta, ott rengeteg állat él, mint például zsiráf, elefánt, oroszlán vagy éppen a struc. És persze sok-sok krokodil. Krokodilunk Afrikáról ábrándozva szenderült álomba. De jó lenne egyszer eljutni oda, a krokodilok szülőhazájába. Másnap reggel épp a megszokott horgászatukra indultak, amikor egyszer csak megpillantottak egy plakátot a hirdető táblán: síverseny, fődíj, egy vonatjegy az afrikai Nyuszi-földre. Nyuszi-föld, Afrika, hiszen erről álmodtam, azonnal jelentkezem. No, mondta a víziló, tudom, hogy jól síelsz, de erre a versenyre alaposan fel kell készülnöd. A diétával kezdték. A krokodil a Rocky-féle diétára esküszik, amiben az elsődleges szempont az izmosodás. Kitartását még a példakép is elismerte volna. A víziló kicsi volt ugyan, de kíméletlen tréner. Édességre még gondolni sem lehetett. Kemény gyakorlást töltötte ki minden percüket. Az utolsó estére már alig maradt erejük átbeszélni a versenystratégiát. A verseny napján a krokodil kicsit fáradtan, de hatalmas lelkesedéssel állt a rajtvonalhoz. Még volt egy kis idejük megszemlélni az ellenfeleket is. Egyes számú versenyző Harpia Új-Guineából, a tavalyi junior bajnok. Kettes számú versenyző Pávián Madagaszkáról, az olimpiai bajnok. Hármas számú versenyző a legfélelmetesebb, Piton, aki olyan dzsungelből származik, amelyről még álmodni sem mernénk, olimpiai és világbajnok. Eldörrent a startpisztoly, és minden versenyző neki lendült a kemény pályának. Krokodil sikeresen vette az első akadályt, még a Páviánt és a Harpiát is maga mögött hagyta. De Piton mindenképpen győzni akart bármi áron. Krokodilunk lábára tekeredett, hogy elgáncsolja. Szegény krokodil tekegolyóként gurult tovább a lejtőn, de Pitonnak sem tartott soká öröme, amint összetalálkozott egy fával. Az alpesi krokodil még így sem adta fel a versenyt, hiába jöttek a bukkanók és ugratók, hiába huppant egyszer a fejére, egyszer a hátára, összehúzta magát és elképesztő sebességgel száguldott a völgy felé. A célhoz közeledve még látta a Harpiát, Elsuhant mellette, és rögtön tudta, a verseny még nincs veszve. A hólabdából kikecmeregve színarany kupát nyomtak a kezébe, a víziló is ugrált örömében. De ez mind csekéség volt a fődíjhoz mérve, egy vonatjegy Afrikába, az álom beteljesítve. Eljött az idő, drága barátom, mondta búcsúzva vízilópajtásunk. Remélem, hamar meggyógyul a lábad, és meglátogatsz engem, Afrikában várlak. Az ölelés után az alpesi krokodil hosszan integetett, és már tudták, hogy ami eddig álom volt, az hamarosan valóság, közös kaland lesz. Folytatjuk!